Második születésnapját ünnepelte a napokban a Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi helyi szervezete. A párttagsága 2 év alatt megháromszorozódott, a nemzetiségi összetétel azonban nem sokban módosult. A tagoknak még mindig több mint 70%-a nem magyar. Nézzük a híradóanyagát. Alig fértek be a Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi irodájába azok, akik a szerda esti születésnapi bulira érkeztek. A belgrádi VMS megalakulásának második évfordulóját ünnepelte. A helyi elnök Nebojša Marjanović elmondta, hogy a 60 tag mellett számos támogatójuk és szimpatizánsuk is van a szerb fővárosban. A VMS-nek több éves szándéka vált valóra 2011. novemberében, amikor megalakult a belgrádi szervezet. Pásztor Bálint, a párt köztársasági frakcióvezetője kiemelte, hogy azért is lehetett jelentős egy ilyen kezdeményezés, mert Belgrádban még mindig több ezer magyar él, és kitapintható érdeklődés van a szerbség körében a magyar kultúra, a magyar zene és a magyar filmművészet iránt. Látszik, hogy a VMS helyi szervezete nem egy klasszikus politikai szervezet itt Belgrádban, hiszen a lakossági fórumoknak, az aktivitásoknak a háromnegyede nem kimondottan pártpolitikai jellegű, és azt gondolom, hogy ennek köszönhető az, hogy a 20 főről most már olyan 60 főre földuzzadt a tagság is. A tagok 70%-a nem magyar nemzetiségű, de olyanok is vannak, akik ezzel a tagsággal ápolják magyar őseik emlékét. Dugo sam pratio ova dešavanja sva i nekako sam sebe prepoznao tu, tako da, kako da kažem, srce me možda dovuklo u Beogradski odbor. Azért, mert úgy érzem, hogy szüleim magyar kanizsán születtek, oda voltak, voltak származásiak. A gyerekeim is kiskorukat ott töltötték. A belgrádi helyi szervezet továbbra is elsősorban a szerb fővárost foglalkoztató kérdésekre összpontosít. Az emberek szociális védelmére, az egészségvédelemre és az igazságszolgáltatásra, de a helyi választásokra is készülnek. A közügyek vendége pedig a VMS belgrádi elnöke Nebojša Marjanović. Jó estét kívánok! Köszönöm a meghívást. Szívesen. Egy nem klasszikus politikai szervezet ez Belgrádban, így fogalmazott Pásztor Bálint, a VMS köztársasági frakció vezetője. Több vagy kevesebb? Én azt hiszem, hogy ez valahogy fele-fele. Hiszen ahhoz, hogy Belgrádban népszerűsítsük tevékenységünket, és hogy azzá váljunk, amit szeretnénk, akkor ezeken a tevékenységeken kell munkálkodnunk, mégpedig intenzíven, tehát a szerb-magyar barátság erősítésén, különböző fórumok szervezésével, irodalmi estek és egyéb formák. Közönsége ezeknek a rendezvényeknek, a belgrádi magyarokat szeretnék megszólítani, vagy pedig a fővárosban élő szerbeket közelebb hozni? Belgrádban 1810 magyar él a népszámlálási adatok szerint, 2500 magyarról tudunk, és így a belgrádi magyarok kaptak egy helyet, ahol megjelenhetnek, találkozhatnak, beszélgethetnek, és megismerkedhetnek a magyar kultúrával, a gyökereikkel, ápolhatják a magyar nyelvet, másfelől pedig szeretnénk a nem magyarokat is magunkhoz édesgetni, azokat a belgrádiakat, akik így módon megismerkedhetnek a magyar kultúrával, és szeretnénk megmutatni azt, hogy népeink közeli kapcsolatban állnak, számos kapcsolat szál fűzi össze őket.
nem magyar vendég érkezik az önök rendezvényeire, akkor mit szoktak mondani, hogy miért, tehát honnan az érdeklődés a magyar kultúra után, honnan hallottak egyáltalán arról, hogy a magyarok léteznek, most elnézést, hogy így mondom, de nemrégiben láttam egy dokumentumfilmet, amely Belgrádban élő szerbeket is megszólaltatott, és abban az egyik interjú alany úgy fogalmazott, hogy nem is gondolta volna, hogy itt élnek egyáltalán magyarok, és hogy a magyarok még mindig, mint a nomád emberek állnak a határon nyilvesszővel, különféle állatbőrökbe bújva. Tehát hogyan látnak ők bennünket a fővárosban? A magyarokat nagyra tartják, nagyon megbecsülik. Ez egy általános megállapítás, nagy az érdeklődés a magyar kultúra iránt. Semmilyen gondunk nincs ennek a népességnek a megszólaltatásával. Itt a belgrádiakra gondolok, akik nem magyar nemzetiségűek. Sokan érdeklődnek a népeink kapcsolatai iránt. Ezek a kapcsolatok többnyire, a többség számára ismeretlenek, és épp ezért arra törekszünk, hogy ezeket megismertessük velük. Nincs olyan hely Belgrádban, ahol a magyar kultúrával, a magyar nyelvvel ismerkedhetnének, ahol megtájékozódhatnának ezekről a dolgokról, vagy ahol megnézhetnének egy magyar filmet, vagy egy vajdasági magyar filmet. Tehát nagy az érdeklődés a belgrádiak részéről, és úgy vélem, hogy az előítéletek, hogyha valaki így beszél, hogy Belgrád nem érdekelt abban, hogy megismerje a magyar nemzetiségű polgártársait, akkor az nem mond igazat. A nagy igazság az, hogy belgrádiak tudják azt, hogy sok polgártársuk magyar nemzetiségű, és hogyha megnézik azt, hogy milyen módokon jutottunk, vagy szerveztük meg a belgrádiak részvételét, egyszerűen az emberek ráálltak arra, hogy például a szüleik magyarok voltak, hallottak arról, hogy létezik a Vajdasági Magyar Szövetség, bejelentkezik, hogy Nagy János vagyok, és esetleg felkereshetem önöket. Tehát különböző kezdeményezésekkel, különböző tevékenységekkel igyekeztünk népszerűsíteni a nem hivatalos kultúrközpont tevékenységet, tehát egy nem klasszikus politikai párt tevékenységet kifejteni, és nem kell ugye a magyarok vagy arról meggyőzni, hogy a belgrádiak elfogadták ezt a politikai szervezetet. A belgrádiak tudják azt, hogy élnek magyarok Belgrádban, a történetünk közös. Ezt Belgrádban is kimondja? De, abszolút. Igen, abszolút. Soha nem volt negatív reakció ezekre a kijelentésekre. Tehát mi a manifestációnkra, különböző szervezetek képviselőt hívjuk meg. Természetesen Belgrád nem szereti az ultrajobb és sovinista szervezeteket. Belgrád még mindig egy nyitott, széles lelkületű város, és soha nem volt velük problémánk. Most milyen a hangulat? Ugye folyamatosan halljuk a korábbi városvezetőség leváltását követően, hogy nagyon kiéleződtek a viszonyok. Bizonyos cinikus mondatokat hallunk az egyik politikai pártvezetés részéről a másik irányában, és van ugye jövő év teléig egy bizonyos vákum, amíg ideiglenes vezetése van a fővárosnak. Milyen ott a politikai hangulat? Eléggé furcsa a helyzet. Belgrádot egy ideiglenes szerv irányítja, ez a hivatalos megnevezése. Egy öttagú szerv, amely tulajdonképpen azt vizsgálja, hogy az előző hatalom milyen problémákat hagyott örökül, készülnek a választásokra, bizonyos vállalkozások
választások február vagy március másodikán lesznek, a viszonyok eléggé kiélezettek, nincsenek éles határok, mindenféleképpen egyfajta irányadó lesz a vosdováci választás decemberben, hiszen például az a lista, amely nem szeretjük a politikusokat, a Demokrata Pártnak adta a szavazatát, tehát egy ismerős, aki az egyik politikai párt listáján szerepelt, ő mondta, hogy megállapította, hogy a három kérdetett listán, pártlistán szerepel a neve, tehát furcsa a helyzet, amelyben mi megpróbáljuk megtalálni a helyünket. Ez pedig egyfajta elsődleges cél lesz, hogy kialakítsuk a saját pártlistánkat, részt veszünk a választásokon, amikor azokat kírják, és ez az első célunk, hogy a továbbiakban mi történik, meglátjuk.